Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Mi történik pénteken, azt mutatják itt a kártyák. Itt ezen a felső kártyán látható, hogy mennyire fáradt vagy kimerült vagy. Az is lehet, hogy ő van ebben a helyzetben, és nincs ereje ahhoz, hogy felálljon. Pedig ezt kellene tenni, hogy tovább menjenek a dolgok. Ezt üzeni a fő papnő, hiszen őrzi a sorsok könyvét, és azt sugallja nektek, a sors utatokon lesznek változások, legyen meg a hit, legyen meg a bizalom. Persze ez a főpapnő utalhat egy spirituális területre is, hogy az ad majd annyi erőt számodra, vagy számára, vagy számotokra, hogy fel tudjatok itt ébredni, felállni, és legyen meg a hit, hogy minden jól alakul, ami itt látható, hiszen itt már van mozgás. Ez a férfi közeledik hozzád, nem jön üres kézzel, hiszen átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami utal az érzelmekre. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád, és ezt ki fogja mutatni. Szombat az itt látható. Ez a férfi ül a kincses ládán, de nem tudja, hogy mi van ebben a ládában, hiszen nem tudja kinyitni, a keze nem szabad, mert ő fogva tart még valamit, amit neki el kellene engednie. Ezek lehetnek emlékek, egy bizonyos helyzet vagy kapcsolatok. Itt is látható, hogy szűkös helyzetben van. Ha ő el tudott valamit vagy valakit engedni, és lép előre, akkor felszabadul, kiszabadul ebből a szűkös helyzetből. Sikerülni fog neki, hiszen itt látható a győzelem. És a tűz elemével fog közeledni hozzád. Az jelenti az ő bátorságát, a lelkesedését, vagy jelentheti a szenvedélyeket is. Vasárnap az itt látható. Itt felül ezen a képen van a terüly-terüly asztalkám. Ez lehet egy családi kapcsolat, egy ünnepség, egy meghívás. Úgy közli ez a kép, minthogyha minden olyan jól alakulna. Szép kapcsolatok, vidámság ennél a meghívásnál, hiszen látható ez a szép asztal, minden díszítve van kifele. De ő nem akar oda menni, hiszen itt vannak korlátozások. Ehhez neki nincs kedve. Vagy, ha családi kapcsolatokról van szó, kifele úgy mutatják, minthogyha minden rendben lenne, de ő nem érzi jól magát itt. Maga mögött hagyja ezt az eseményt, vagy ezeket a kapcsolatokat, és a felszabadult ebből a helyzetből, és kimutatja azt, amit ő gondol, ahogy ő érzi magát, akkor kiszabadul ebből a szűkös helyzetből, és akkor itt van a győzelem. Ami a jövőt illeti, azt a nap mutatja. A nap megvilágít valamit, kiderül az igazság, vagy ő mondja el, hogyan érzi magát ebben a helyzetben, és bízhatsz a szavaiban. A nap az megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, ő látni akar téged. És a gyermek itt jelenti az új irányt, egy új kezdetet. Ő fog cselekedni, ő fog közeledni hozzád. Benne van ugyan egy szűkös helyzetben, de ebből kilép. És akkor lesz kettőtök között, itt megvan a vonzalom, lesz egy új irány.
És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!